nagyon jól sikerült Vasas elleni a meccs. Nagy különbséggel sikerült legyőzni ezt a csapatot. És én úgy gondolom, hogy a kapusok szerepet ebben a meccsen elég meghatározó volt. 50% fölött volt kapus teljesítmény. Szerintem nagyon jó teljesítettek mindenki, hát a Flóra meg a Alexa. Az MTK most ez gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó lelki plusszal fog érkezni a mérkőzésbe, hiszen ugye Fehérváron összeleztek egy pontot, ami azt gondolom mindenképpen jónak mondható. És amúgy is azt gondolom, hogy egy elég komplett keretük van, jó kiegészítik egymást a poszton a játékosok. A tabellán elfoglalt helyük nem tükrözi a tudásukat. Hát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban bármennyire is előttük vagyunk, most jelenleg állapotunkat tekintjük az esélyesebbek. Ugyanakkor egy csapatnál pontosan ez mutatja meg egy csapat erejét, hogy egy bizonyos kritikus helyzetekben hogy reagál ezekre a szituációkra. Én nagyon bízom abban, hogy aki hadrafogható lesz, az 100%-ot nyújt, és kiadjuk magunk valami van. Nyilván a mérlegvonást ráérjük utána is megcsinálni, készülünk, szeretnénk pontokat szerezni, de ezt tudomásul kell, hogy jelen pillanatban most nem könnyű, valóban nem könnyű sorból kezdünk, és nem könnyű helyzetből indulunk, de én azt gondolom, mindig az a csapat a legjobb, amelyik épp a pályában, úgyhogy ezen az úton megyünk tovább is. Közép csapatokhoz tartozik az MTK, hát vannak mindegyik poszton van jó játékos, nem rossz kapusok van, vannak jó átlövők, aki ellen nagyon kell készülni, van két jó belos, ott is oda is kell figyelni. Szerintem nem lesz egyszerű meccs, de bízom benne, hogy sikerülni fog. Úgy gondolom a csapat munka. A csapat egységgen fog múlni, meg a kapus, meg a védőfal együttműködés.